Gyakorlatozó katonák a Mosoni Dunán. A Magyar Honvédség évek óta toboroz katonákat, akik megfelelnek az egészségügyi vizsgálaton, az alkalmassági teszteken és a fizikai felmérést is jól teljesítik, szerződéses katonák lehetnek. A toborzást most a közmunkásokra is kiterjesztették. Boráros Árpád és Farkas Róbert hónapok óta a Győr-Zámoly önkormányzatnál dolgozik közmunkásként. Ezt a levelet kapták, amelyben állásajánlatként szerepel az, hogy részt kell venniük a Magyar Honvédség toborzó akcióján, itt a győri hadkiegészítő parancsnokságon. Ha megfelelnek, ők is ajánlatot kapnak arra, hogy szerződéses katonák legyenek. Vállal? Éves, ahova menjük. Hát meg hova az a kérdés most, de oda a déli határa, vagy hova? Már azért nem mindegy, az sem. A levélben azt írták, hogy ha nem fogadják el a felajánlott állást, akkor 3 hónapra kizárhatják őket a közmunkaprogramból, és törölhetik a nevüket az álláskeresők nyilvántartásából. A szocialisták szerint felháborító, hogy a kormány ilyen választás elé állítja a közmunkásokat. A kormány azzal zsarolja az embereket, hogyha nem vállalják el a Magyar Honvédségbe a belépést, akkor elveszítik a közmunkát, az teljességgel elfogadhatatlan, és még az eddig ismertnél is sokkal súlyosabb problémákat jelez. A Honvédelmi Minisztérium közleményt adott ki, amelyben azt írják, hogy a jelentkezés önkéntes, sem a megjelenés, sem a szerződéskötés nem kötelező. A Belügyminisztériumban sem nyilatkoztak, de kérdésünkre azt írták, hogy miután a toborzási folyamat nem konkrét munkahelyre történő munkaközvetítést jelent, így semmiféle hátrány nem érheti azokat, akik nem vesznek részt rajta.